Hubay Imre Csabával, a Nagy Kun Gazdakör elnökével beszélgettünk a határban az aratásról. Városi szinten befejeződött az őszi árpa aratása, szép eredménnyel. Városi szinten a betakarítási munkák, hogy befejeződött az őszi árpa aratása, szép eredménnyel. A őszi búza aratását elkezdtük egy hete. Az egy hét alatt a gabona területének 50%-ánál többet learattunk. Jelenleg is folyamatban van a betakarítás. A betakarítás területi adatai nagyjából meghaladtuk az 50%-ot. Az átlagtermés 5 tonna feletti átlagtermést tudunk betakarítani. Amit nagyon kiemelnék, a minőség kiváló minőségű. Általában malmi egyes búzákat takarítunk be. Ez azt jelenti, hogy ez a minőség árral összevetve az a 6200-6300 forintos egységárat jelenti. Megjegyzem, hogy a gabona termés Európának ezen a részén kevesebb, mint amit vártak a gazdálkodók. Magyarországon meg lesz a 5 tonna feletti átlagtermés. Ez azt jelenti, hogy kiváló minőségű gabonából az export árulapot tudjuk biztosítani. Megterem tehát a kenyérnek való országosan is, megterem az állattenyésztésnek a takarmány alap, megterem a vetőmag, ezen felül 2,5 millió tonna export árulap. Karcagváros, illetve Jászlajkun-Szolnok megye az ország gabonatermő területének több mint 11%-án termel, tehát mi jellemzően gabonatermelő megye vagyunk. Karcagváros meg különösen az, hiszen a gazdatársaim 40-45%-ban gabonát termesztenek a területen, hiszen ez kiváló adottságot, éghajlati talajzottságot jelent, meg nagy gyakorlatot, komoly műszaki hátteret és komoly szakmai tudást. Olyan mértékű légköri aszály van, hogy a gabonákat 10-11%-os nedvességtartalom mellett takarítják be, így nem kell szárítani. Nem kell szárítani, hiszen olyan mértékű aszály van, illetve légköri aszály van, hogy a gabonákat 10-11%-os nedvességtartalom mellett takarítjuk be. Tehát ilyen szempontból a költségeinket nem terheli szállítás. Ez nagyon fontos dolog, hiszen a szállítás az egy kényszerbeavatkozás, és a minőségre nincs jó hatása. Tehát az a jó, a természetes körülmények között szárad meg a búza. Hát időnként előfordult olyan hőösszeg, ami 36-38 fölötti, de már ez a gabonát negatív irányban nem befolyásolta. Aki kényszerhelyzetben van, az le kell, hogy adja a gabonáját a mostani áron, de a jó minőség és a termés mennyiség miatt sokan betárolják későbbi eladásra, bízva akár a 10%-kal jobb átvételi árban. Hát aki abban a kényszerhelyzetben van, hogy le kell, hogy adja a gabonáját, az leadja, de miután említettem, hogy jó minőségű, meg a terméskilátások is elfogadhatóak, meg az export lehetőségek, ezért azok betárolják eladásra. Aki pedig saját raktárkapacitással rendelkezik, az vár, kivár, mert elképzelhető az, hogy tonnánként akár egy 8-10%-kal is jobbára tudunk elérni, és ez nagyon fontos a versenyképesség szempontjából. Augusztus 25-e után kezdődik a napraforgó, szeptemberben pedig a kukorica betakarítása.